Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! A Witcher világában gyakran hallod azt a mondatot, hogy a szférák együttállása. De mit jelent ez? A fantasy műfaj elképzelt világaiban szinte kivétel nélkül mindig van egy olyan esemény, ami azt az adott világot teljesen megváltoztatta. Egy valódi példával élve, évmilliókkal ezelőtt volt egy meteor, ami eltalálta a Földet. A Föld akkori élővilágának jelentős része elpusztult. Ez egy olyan esemény volt, ami teljesen megváltoztatta a történet alakulását. A Witcher világában hasonló dolog történt. Tudományosan nem lehet megmagyarázni, ugyanis az író nem akarta megmagyarázni. De azért nem kell pánikolni, igyekszem. Ez a nagyon rejtélyes elnevezés konyha nyelven annyit takar, amikor világok ütköztek össze. Képzeld el, hogy a világunk egy hajó, amely egy hatalmas tengeren siklik. A fedélzetéről más, távoli hajókat is láthatunk. Ezek a csillagok. Minden hajónak megvan a maga legénysége és portékája. Az esetek többségében ezek a hajók soha nem találkoznak egymással. Azonban néhány ezer évente egyszer vihar tör ki eme kozmikus tengeren. Ez a vihar olyan erős, hogy a hajókat egymás felé löki, úgy, hogy sokszor súrolják egymást. Ilyenkor adott hajó legénységének egy része átugorhat egy másik hajóra, és adott hajóról némi rakomány átömölhet egy szomszédosra. Miután az idő kitisztult, a hajók eltávolodnak egymástól, és más-más mindig különböző utakon haladnak tovább. A szférák együttállása egy időre megtörte a világok közti határt, ami lehetőséget adott új lények és új jelenségek átjövetelére. A szférák együttállásakor három nagy esemény történt. Az első. Megjelentek bizonyos szörnyek. Ezt nagyon fontos megérteni. Vannak szörnyek, amelyek más világokból, mondhatni, készen érkeztek. Vannak olyanok is, amelyek az együttállás utáni evolúciós folyamathoz alkalmazkodva jöttek létre. Ugyanakkor vannak olyanok is, amelyeket az emberek hoztak létre, vagy az emberek hívtak ebbe a világba. Ők idézték meg. Tetszik érteni? Tehát a szörnyek egy része, amiket a Witcher világában látsz, az azért olyan, amilyen, mert így alkalmazkodott. Vagy ilyennek teremtették. Ha van egy medve, aki úgy gondolja, hogy abban az erdőben ő a tápláléklánc csúcsa, de odaraksz mellé egy vámpírt, akkor onnantól kezdve a vadászból áldozat lesz. Ez csak egy példa, de érted, hogy mire gondolok. Alkalmazkodniuk kellett. Szükségből születtek. Szóval még egyszer, a szörnyek négy csoportja. Első. Az együttálláskor készen érkezett egy másik világból. Második. Az evolúciós folyamathoz alkalmazkodva jött létre. Harmadik. Az emberek hozták létre. Negyedik. Az emberek idézték meg. A szférák együttállásának második nagy eseménye, megjelentek az emberek. Kicsit ironikus talán, de ők tényleg hajón érkeztek. Tehát magukat úgy nevezik, hogy hajótöröttek vagy száműzöttek. Az érkezésüket az utókor úgy ismeri, a száműzöttek partra szállása. Ez volt az esemény, amikor emberekkel megrakott hajók érkeztek a Pontár és a Jaruga torkolataihoz. Honnan jöttek ezek a száműzöttek? Senki nem tudja, ugyanis a történet ezen kulcsfontosságú részéről az összes legenda hallgat. Ami biztos az az, hogy volt egy világuk, amit ők maguk pusztítottak el. Ha valóban száműzték őket, akkor az biztos, hogy nem a hősies magatartásuk miatt volt. A szférák együttállásának harmadik nagy eseménye, megszületett, avagy létrejött a mágia. A mágia történetében most nem fogok nagyon belemenni, ugyanis beszéltem már róla, de ami a lényeg? A mágia használatát először a tündék sajátították el. Aztán az emberek kitalálták, hogy a saját gyerekeiket odaadják a tündéknek, hogy belőlük is varázslót csináljanak. Ezek az ember gyerekek a kiválasztottak.
Valamennyi idővel később, amikor az emberek már maguk is képesek voltak varázslókat csinálni, gondoltak egyet és lemészárolták a tündéket. Happy end. Tehát még egyszer, a szférák együttállásának három nagy eseménye volt. Az első, megjelentek más világok szörnyei. A második, megjelentek az emberek. A harmadik, létrejött a mágia. Nem tudjuk, hogy az együttállás megtörténhet-e ismét. De egy dolog biztos. Az egész világon egy darab ember van, akinek hatalma van tér és idő felett. A dimenziók és a szférák fölött, aki át tud menni más világokba, képes figyelmen kívül hagyni az időt, és ha nagyon szeretné, képes lenne elpusztítani, vagy megmenteni ezt a világot. Ő Ciri. Így a videó végén annyit hozzátennék, hogy tudom, hogy lesz valaki, aki majd megkérdezi, hogy de az akkor miért úgy volt meg, de most azt úgy hogy? Nem tudjuk. Ezeknél a történeteknél az író azt az elvet követte, hogy ne legyél szomjas, de ne is legyél részeg. Tehát pontosan annyit tudunk, amennyit kell. Oksa? Szóval ez lett volna a szférák együttállásának története. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!